Polgármesteri fogadóra a megválasztott válaszol. Amikor most ezt a beszélgetést rögzítjük, akkor 2 nappal vagyunk az országgyűlési választások után, és nyilván, mint ahogy minden tudatos választópolgár értékeli saját számára a választások kimenetelét, egy polgármester gondolom, hogy szintén az önkormányzat szemszögéből levonja a következtetéseket, vagy nem tudom, hogy egyáltalán hogy működik ez, hiszen ennek jelentős rutinja van már ebben. Hát jó napot kívánok! Hát ebben a választásban elsősorban magánemberként szerepeltem én is, hogy úgy mondjam, és igyekeztem is egy kicsit kívülálló szemével nem csak végignézni, végighallgatni a kampányt, hanem az értékelést is magamba úgymond megtenni. Polgármesterként nem túl sok feladatom volt nekem ezzel kapcsolatosan, és hál' Istennek a kerületben zajló kampány is egy viszonylag konszolidált, kiegyensúlyozott volt. Persze mindig vannak, akik sértetként érzik magukat bizonyos szituációban, de hál' Isten ez nem ütötte meg azt az inger küszöböt, ami ott a lakosság körében problémát jelentett volna. Úgyhogy én ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak, akik a választások részt vettek, pártoknak és azok képviselőinek, hogy kultúrát, kampányt folytattak, és egyúttal köszönetet szeretnék mondani ezúton is mindazoknak, akik a választások lebonyolításában Pest Erzsébet önkormányzatában dolgoztak a jegyző vezetésével, hiszen zökkenőmentesen és tisztességesen zajlottak le Pest Erzsébeten a választások. Gratulálok egyébként minden résztvevőnek, és különösen Hiller István úrnak, aki Pest Erzsébet önkormányzata, illetve Pest Erzsébet a 16-os választási körzetnek országgyűlési képviselője lett újra. Egyébként az eredmények egyébként nem tértek el az országos trendtől, hogy így mondjam, és az előző 4 évhez képest Pest Erzsébeten ez ilyen értelemben nem jelentett változást, úgyhogy a mi számunkra továbbiakban is ugyanazok a prioritások és ugyanazok a feladatok, mint amelyek voltak a mögöttünk hagyott 4 esztendőben. Én azban bízom, hogy ez a 4 év is sikeres lesz Pest Erzsébet önkormányzata számára, és hogy a választások eredménye ebben segíti majd az önkormányzati munkát. Magánemberként pedig annyit fűznék hozzá, hogy ugyanaz előbb azt mondtam, igyekeztem távol maradni tőle, de hát óhatatlanul azért az ember részesévé válik, kampányújságban is megjelentem, hiszen a képviselőjelöltekkel, konkrétan Hiller Istvánnal is jó barátságban vagyunk, az elmúlt évek során is dolgoztunk együtt, komoly munkát végeztünk Pest Erzsébet önkormányzata érdekében, de ugyanezt mondhatom el más jelöltekkel kapcsolatban, és hát óhatatlanul valamennyi kerületben működő párt képviselőjével én elfogadható viszonyban vagyok, és törekszem is arra, hogy egy viszonylag kiegyensúlyozott, konszenzuson alapuló együttműködés jellemezze a mi közös munkánkat. Talán egy megjegyzést tennék, hogy a fényképemmel és a mondataimmal jelent meg szórólap a kerületben. Ehhez annyiban van, vagy volt közöm, amennyiben az ott leírtakat, azokat valóban én nyilatkoztam a mögöttünk hagyott hónapok során, volt, amit még 2017-ben. Ezek az újságokban megjelent riportokból kiemelt idézetek. Én azt javaslom mindenkinek, akinek esetleg ez felkeltette a figyelmét, hogy érdemes ezeket az újságcikkeket összességében és egészében elolvasni. Ezzel együtt úgy ítélem meg, hogy a mi közös munkánk itt a választások során eredményt hozott, és én remélem, hogy Pest Erzsébet lakossága majd örömmel fogja nyugtázni az elkövetkezendő évek történései során, hogy jól hozták meg a döntésüket a szavazófülkébe. Ez tehát voltak éppen tényleg egy elég kiterjedt értékelése Pest Erzsébeti szempontból, önkormányzati szempontból a történteknek. És
a mindennapok szempontjából mi a helyzet önöknél, hiszen azért az elég valószínű, hogy főleg miután az apparátus jelentős része leterhelt volt a választások körül gerjedt feladatokkal, nyilván egy kicsit ez módosította a feladatok rendjét, súlyát, most mihez kezdenek? Vagy mit folytatnak inkább ez így? Mondhatnám korábban azt, hogy visszatérünk a régi kerékvágásba, de ez természetesen nem teljes egészében így van, hiszen már a következő választás, hogy úgymond a látóhatáron felsejlik, hiszen jövő tavasszal Európa Uniós parlamenti választások lesznek, és elviekben ősszel még egy önkormányzati választásnak is elébe nézünk. Igaz, hogy ezt a választást kell most kipihenni, de azért feltételezhetően már majd ennek az évnek a második felében az ezzel kapcsolatos előkészítő munkák megkezdődnek, nem csak központilag, de akár helyi szinten is. Egyébként pedig hát a költségvetésünk beteljesítése az, ami küszöbön áll most előttünk, hiszen áprilisban megérkezik a forrás megosztásból származó, illetve pontosabban az iparüzési adóbevétel, amely ugye a forrás megosztáson keresztül jut el hozzánk, és ez egy jelentős bevétele Pest Erzsébet önkormányzatának. Ennek megérkezését követően a már kiírt közbeszerzési eljárások értékelése után megkezdődnek majd nagyobb ütemben a kártyúzások, járdaépítések, intézményi felújítások, dunaparti fejlesztések, tehát bőségesen lesz feladat, hogyha most itt a beruházás felújítás oldalát nézem, és azért ez mindig egy intenzív időszak, hiszen a pályáztatások már elindultak, és igyekszünk ezeket nyár elejéig lezárni, mert maga az építőmunka az elsősorban a nyári őszi időszakra kell, hogy összpontosuljon. Önök egyébként mit érzékelnek abból, amit országos szinten időnként lehet hallani, hogy az építőiparban ugye fellendülés volt az utóbbi egy-két évben, ami együtt járt adott esetben munkaerőhiánya, kapacitás hiánya, szóval megy a versenyfutása jó vállalkozókért? Ez teljes mértékben így van. Annak idején még az egyik osztályvezetőnk egy képviselőtestület ülésen kérdésre adott válaszba azt mondta, hogy a kedvenc vállalkozóink, és akkor ezt ott viszonylagos felháborodás fogadta ezt a kifejezést. Ma én azt mondom, hogy bár lennének kedvenc vállalkozóink, mert nagyon sok olyan feladat van, amelyre egyszerűen nem tudunk még úgysem partnert találni, hogy mi megyünk el, és kérjük, hogy igen, jöjjön, ezt a munkát végezze, sőt, sok olyan elutasításban van részünk, amely nem csak a munkaerőhiányra vagy kapacitás hiányra vonatkozik, hanem egyszerűen arra, hogy az általunk becsült költségeket alacsonynak ítélik meg és tartják, mert egyszerűen felmentek a munkaerő piaci árak, és segédmunkást is csak nagyon komoly összegekért tudnak alkalmazni a vállalkozók. Amit pedig még problémának látunk, és ezt tapasztaljuk is, hogy nem a legfelkészültebb alkalmazottak vagy munkavállalók azok, akik sajnos csatasorba állíthatóak, ezért szükséges és jó is, hogyha van olyan kipróbált és egyébként már helyi tapasztalatokkal rendelkező cég alkalmazásban vagy a látókörünkben, akire az ember azért biztonságosabban számíthat, mint hogyha ha valaki kívülről jelentkezik. De ezzel együtt azt látom, hogy nincs az a dülekedés vagy tolongás, mint ami akár mondjuk 10 vagy 15 évvel ezelőtt volt ezen a területen. Talán ebben a műsorban is említettem, hogy akkor számtalanan jelentkeztek be, akár hozzám is személy szerint, hogy ilyen-olyan területeken felajánlják a szolgáltatásaikat. Manapság ez abszolút nem jellemző.
Ugye szoktunk itt ebben a keretben kitérni arra, hogy a fővárosban van-e olyasmi, ami a pesterzsébetiekre is vonatkozik mostanában. Nem tudom, hogy mennyire hibernálódott a fővárosi tevékenység az országos politikai fejlemények miatt. Hát meg kell mondanom őszintén, hogy ebben az évben a közgyűlésnek ugye a legkiemeltebb feladata szintén a költségvetés elfogadása volt itt az első hónapok során, és azt amellett nagyjából alárendelődött valóban a választásoknak. Én úgy gondolom, hogy ott is talán egy kicsit új szellemben is, ha lenyugodva nem is, mert ez nem jellemző a fővárosi közgyűlésbe, de talán most már a konkrét feladatokra jobban fókuszálva fognak majd zajlani ezek a ülések. És végezetül pedig egy nagyon mindennapi és nagyon látható ügy. A tavalyi esztendőben is megfogalmazta ön is személy szerint azokat a Pesterzsébetre vonatkozó zöldítési terveket, elképzeléseket, a kertek gondozását, a közterületeknek a zöldesítését, amelyek meg is valósultak tavaly. Idén van-e ilyen törekvés? Igen, ez hál' Istennek folytatódni fog. Az önkormányzat költségvetésében vannak erre elfogadott összegek, nem is kis mértékűek. Hát mondom ezt a saját eddigi tapasztalataink alapján, mert sajnos tisztában vagyok vele, hogy nálunk gazdagabb kerületekben sokkal nagyobb összegeket használnak fel erre, de úgy gondolom, hogy őszre itt Pesterzsébeten a lakótelepnek, a központi lakótelepnek a tűzoltóság felé eső területén látványos változásokat fognak tapasztalni. A Kulcsár lakótelep környékén tovább fognak folytatódni, ahol most az a bizonyos sportpark van, a fejlesztések, illetve nagyobb volumenű beruházás, zöld felület, karbantartás, felújítás fog zajlani a Vécsei lakótelepen és annak környezetében. És ami szintén kifejezetten látványos lesz, hogy még 2016-ban beadott pályázatunk sikeres volt, és ennek eredményeképpen 9 különböző helyszínén Pesterzsébetnek kisebb-nagyobb úgymond sportparkok létesülnek, ezek a 150 négyzetmétertől a 40 négyzetméteres területekig terjedően épülnek meg, illetve 2 futókör is fog még épülni. Én azt gondolom, hogy ezzel a Pesterzsébet lakosságának az a fajta sportolási igénye, amely a szabadidő egészséges eltöltéséhez köthető, és a lakóhelye környezetében kívánja megvalósítani, ez teljes mértékben fog tudni teljesülni. Ha ezek megépülnek a jelenlegi már működő 2 nagyobb sportparkkal, felújított zöld felületekkel, az épülő és felújítás alatt álló Dunaparti partszakasszal együtt a kerületi igényeket bőséggel le fogja fedni, hogy a következő években ezeknek a karbantartása, majd bizonyos idő eltelte után a cseréje válik majd szükségessé, tehát újak építése már fölösleges lenne. Talán még annyit, hogy a leghamarabb most ezektől függetlenül egy kis kosárlabda pálya fog épülni a tűzoltóság mögötti, szintén ilyen sport, szabadidős tevékenységre kialakított területen, ahol most is vannak egyébként nyugdíjasok számára sporteszközök, sportszerek ki téve, úgyhogy hát remélem, hogy itt a környék lakossága ezt is szintén örömmel fogja fogadni. Köszönjük szépen, jöjjön máskor is. Én is köszönöm. 50 évvel ezelőtt, 1968-ban alakult meg a 20. kerületi állami zeneiskola, melynek jogutódjaként a Lajta László alapfokú művészeti iskola ma több művészeti ágat összefogó intézményként működik. Ezt és a tavaszt üdvözölték az iskola művésztanárai a legutóbbi koncertjükön. Elsőként a suli tanárai és vendégművészek adtak elő egy meglepetés számot.
Balázsházy Bálint 30 éve kötődik az intézményhez. Gyerekként, majd tanárként is ide járt, jelenleg pedig igazgatóként látogatja nap mint nap. A fél évszázados jubileumhoz kapcsolódva ő mesélt a következő időszak programjairól. A 20. kerületi állami zeneiskola 1968-ban önállósult, és hát ennek értünk most egy évfordulójához, egy 50 éves jubileumi évünk, ami most zajlik éppen, és ennek egyik állomása most az mai művésztanári hangversenyünk, és mi egy olyan rendezvénysorozattal szeretnénk jubilálni, ami most tavasztól egészen 2019 tavaszáig tart, és nagyon sok hagyományos, illetve lesz egy-két új rendezvényünk is majd a közeljövőben. Thank you.
Minden évben tartunk művésztanári hangversenyt. Jelen pillanatban is ugye kollégáink és van egy-két vendégművész is, aki majd szerepelni fog. Áprilisban szoktuk ezt mindig tartani, és ennek az érdekessége, hogy próbálunk egyszerre vidám és komoly műsorszámokat is megszólaltatni, hogy mindenki örömére szolgáljon az est. Nem sokára, április 26-án tartjuk a Chiliben nagy rendezvényünket, a zenekari hangversenyt, ahol az iskola valamennyi együttese fellép, vonósok, fúvósok, ütősök és kórusaink is közreműködnek majd. Ez talán mondhatjuk úgy, hogy ez lesz igazából a bevezetése a jubileumi évnek, és ősszel tervezünk több nagy rendezvényt, amihez bízom benne, hogy Pest Erzsébet önkormányzatának támogatását is megnyerjük, és akkor októberben az Elem világnapjához kapcsolódóan egy volt növendékekkel közös művész koncertet, illetve október közepén várhatóan pedig egy új rendezvényt, az első fővárosi kórus találkozót és kamaraestet szeretnénk megrendezni itt Pest Erzsébeten. Majd pedig a rendezvények sorában Erzsébet nap, karácsony, stb. És 2019 tavaszán fogjuk egy nagy rendezvénnyel zárni ezt a jubileumi évet. Azt halljuk, függőség, azonnal az alkoholfüggőség vagy a kábítószer, esetleg a játékfüggőség jut az eszünkbe. De van például viselkedésfüggőség, társfüggőség, munkafüggőség, számítógépfüggőség, vagy éppen közösségi média függőség is. Hamar János addiktológiai konzultáns nem titkolja, hogy annak idején ő maga is kábítószerfüggő volt, 8 kemény éven át. Ma pedig szenvedélybetegek segítőjeként dolgozik. Nagy előny úgy foglalkozni másokkal, hogy a segítő pontosan tudja, mind mennek át. Nem fogja például azzal ijeszgetni őket, hogyha nem hagyják abba, meg fognak halni. Hiszen pontosan tudja, hogy ők nem a haláltól, az élettől félnek. Az én pályafutásom az tulajdonképpen egy személyes megtapasztalással indult. Tehát én magam is függő voltam. Közel 8 évig használtam különböző kábítószereket, alkoholt, de a fő drog, amit én fogyasztottam, az
és a végállomás az a heroin lett. Ez hogyan kezdődik, baráti körben elkezditek használni, vagy ez hogy indul egy ilyen hétköznapi módon nyilván? Én azt gondolom, hogy minden függőség a családban keresendő az ok. Az én családom is egy hétköznapi, normális családnak tűnt, de ugye a szüleim rengeteget dolgoztak, és nagyon kevés minőségi időt tudtunk együtt tölteni. Nem tudtam beszélni az érzéseimről, nem tudtam beszélni, hogy ki van az állarc mögött. Nem tudtam beszélni arról, hogy ki vagyok én valójában. Nem volt kivel ezeket megosztanom, és én elkezdtem keresni, hogy hol találhatok önmagamra, hol lehet az a közeg, ahol én állarcok nélkül, mint mondtam, létezhetek. És ezt így a baráti körben találtam meg, úgy éreztem, hogy ott elfogadnak, ott lehetek önmagam. És itt kezdődtek a problémák. Én azt gondolom, hogy mindig a rosszabb társaság felé húztam. De hogy egy baráti társaságban az ember, most lehet, hogy ez egy naív elképzelés, arra vágysz, hogy valakivel beszélgetni tudjál. Hogy kapcsolódik, és hogy megmutasd önmagad, hogy kapcsolódik ez ahhoz, hogy valamilyen kívülről jövő boldogságot hozzál be a dologba? Uh-huh. Én azt gondolom, hogy mindig is kerestem, kutattam a rosszat. Tehát én miatt? Ezt meg tudod fogalmazni, hogy ez honnan jön? Valahogy mindig szimpatikus volt, már gyerekkorom. Tessék? Lázadás? Hát azt gondolom, hogy a szürke hétköznapi lét ellen én folyamatosan próbáltam lázadni, már gyerekkoromban is, tehát mindig a negatív hősök tetszettek így a filmben, amit néztem. Úgyhogy így a barátaimat is úgy válogattam meg, hogy általában azért így a rosszabb társaság vonzott engem, és ott próbáltam megfelelni. Egy szorongó gyerek voltam, tele megfelelési kényszerrel, és... De bocsánat, hogy belevágok, ha megfelelni szeretnél, az kicsit ellentmond annak, hogy megmutasd önmagad, hogy mi van a maszk mögött. Ez hogy jön össze ez a kettő? Én azt gondolom, hogy meg akartam felelni a rossznak, meg akartam felelni ennek a társaságnak, és a végén ezt beépítettem a személyiségembe, és azzá is váltam, akit én folyamatosan eljátszottam. Tehát valami belsőt akartál megmutatni, ehelyett valamiféle külsővé váltál, mondhatjuk ezt így? Én azt gondolom, hogy igen. Uh-huh. Tehát ez ilyen szempontból sem volt az az út, ami valójában kellett volna? Hát abszolút nem. Így visszagondolva én nem bánok semmit. Tehát én nem bánom meg azt a percet, amikor először valamilyen tudatmódosító szert fogyasztottam. Emlékszel, milyen volt az első, gondolom? Emlékszem, abszolút. És nagyon jó volt nyilván, vagy? Egy érdekes, hogy az első szerhasználat, ez talán 1993 körül volt. Az első szerhasználat nekem egy ilyen családérzést adott, egy olyan érzést adott, hogy végre rátaláltam arra, amit én mindig kerestem. Arra a zenére, arra a társaságra és arra az érzésre, amit nekem az első szerfogyasztás, ecstasy fogyasztás adott. Nem az a nehéz ilyen helyzetekben, hogy az ember megtapasztal valamit addig még nem, ahogy azt mondtad, hogy család, ez egy nagyon-nagyon súlyos dolog, amit most mondtál, nyilván tudod, hiszen dolgod volt vele, de hogy utána az ember mindig ugyanazt keresi, és nem biztos, hogy valaha megtalálja. Lehet, hogy csak azt találja meg, hogy a megfelelő helyre tegye ezt az egészet. Nálad melyik volt? Én azt gondolom, hogy akkor először éreztem azt, hogy szabad vagyok, hogy semmi kötelék nem köt sehova. Most végre önmagam vagyok, szabad vagyok, és egy ilyen felhőtlen boldogság. Én azt gondolom, hogy az összes szerfogyasztásomban utána már ezt az elsőt kerestem, de többi ezt már nem találtam meg. És ez egy ilyen folyamat, ami gondolom ez vissza ahhoz, hogy minél nagyobb adag, vagy minél keményebb dolgok után nyúljunk, ugye? És nyilván eljön egy pont, mondjuk, hát az embernek az jut eszébe, hogy 8 év, hogy csoda, hogy még élsz. Uh-huh. Valószínűleg eljöhetett egy olyan pont, ami
most ez csak egy feltételezés, valamiféle szinte halál közeli élmény kellett, hogy legyen, vagy valamilyen nagyon sokkos dolog, ami ebből kibillentett. Uh-huh. Az mi volt? Nekem a végállomás. Tehát először kezdeném onnan, hogy én nem az adagokat emeltem kezdetben, igen, hanem én azt gondoltam, mint ahogy nagyon sok fiatal gondolkodik, hogy én biztos, hogy ezt majd tudom kezelni. Tehát én, mindenki belesik ebbe a hibába általában, ugye? Én azt gondolom, hogy minden függő így kezdi, hogy rám nem vonatkoznak a törvények, én majd ezt hétvégente tudom csinálni, és tök boldog leszek. Igen, ám csak aztán jött az, hogy hétköznap viszont nem voltam jól. Tehát magam alatt voltam, és aztán jött a gondolat, hogy hát néha miért ne lehetne hétköznap is használni szert ahhoz, hogy önmagam tudjak lenni, és felhőtlen, boldog érzéseim legyenek. Úgyhogy elkezdtem először csak kedden, aztán szerdán, és az lett a vége, hogy azon kaptam magam, hogy folyamatosan használok egy éve kábítószert. És nem biztos, hogy amiatt, bocsánat, hogy jól legyél, hanem hogy már átlagos állapotban legyél, egy utána ahhoz is kellett. Én azt gondolom, hogy azért fogyasztottam a végén, hogy nullán legyek. De nem ismertem ezt be magamnak. Így visszagondolva, én ha fogyasztottam, akkor indultam úgy, mint egy hétköznapi nem függő ember reggel, amikor fel kell. Ahhoz nekem már szert kellett használnom. Visszatérve a kérdésedre, nekem a mély pont az volt, hogy volt egy nagy családi konfliktus édesanyámmal, és akkor én már több elvonón, ez már heroin volt a főszer ekkor, már több elvonón túl voltam, és hoztam egy olyan döntést, hogy így ez nem nevezhető életnek, amit most csinálok, akkor ennek ideje véget vetni. Kisétáltam, ahol laktunk, egy ilyen főút mellé, és akkor én azt gondoltam, hogy átlépek valahova máshova, és kilépek egy autó elé, és így meg fogok halni. És elkezdtem válogatni, hogy melyik kocsi legyen az, ami engem majd elvisz valami más a túlvilágra. És akkor jött egy busz, és akkor elkezdtem filózni, hogy ez tök gáz, busz elé nem lépek ki, mert hogyha nem halok meg, lejönnek, majd csopánkodnak az emberek, hogy jaj, milyen fiatal, és jaj, hogy szenved. Úgyhogy így nézegettem az autókat, és egyszer csak jött egy nagyon erős érzés, egy nagyon erős gondolat, hogy szembe kéne fordulni azzal, ahol most tartok. Végre objektíven és őszintén rá kéne nézni a jelenemre, és lehet, hogy el kéne indulnom egy másik úton. És lehet, hogy van még remény arra, hogy én lehetek egy normális ember. Akkor én már nagyon vágytam arra a létre, amit egy hétköznapi ember él. Nagyon érdekes, hogy én ezzel lázadtam, és utána ez volt minden vágyam, hogy hadd éljek úgy, hogy én nem függök semmit, hogy reggel felkelek, és nem csak úgy történnek velem a dolgok, hanem hogy megpróbálom én történtetni magam körül a dolgokat, és ehhez nem kell kívülről használnom valamit, hogy én normál állapotban legyek. És ekkor én azt gondolom, hogy nagyon fontos kompetencia segítségkérés, ekkor tudtam életemben először őszintén segítséget kérni, és azt mondani, hogy én felteszem a kezem, elestem, valaki mondja meg, hogy mit csináljak. Az legyen bármi. Mondja meg valaki, hogy merre induljak el, és akkor ezen az úton fogok járni. És akkor segítséget kértem, és ekkor kerültem be egy drogterápiás intézetbe, ahol 9 hónapot töltöttem el körülbelül. Előzőekben mondtad, hogy voltál egy-két elvonón, ugye? Uh-huh. Azokkal mi volt a baj? Mi miatt nem volt elő? Én azt gondolom, hogy azok nem... Én nem úgy kerültem akkor be az elvonókra, hogy ez egy belső drive volt, hogy én meg akarok változni, hanem a környezetemnek való megfelelés. Mert hogy otthon mondták, hogy költözz el, hogyha ez így folytatod, nem lakhatsz itt, és akkor én mondtam, hogy meg akarok változni, bemegyek elvonóra, de soha nem tudtam... Csak megfelelés miatt? Nekik a megfelelés miatt? Így van. De az a gondolat még nem volt
bennem, hogy én nem használhatok többet szert. Ezt én nem akartam elfogadni. Nagyon érdekes maga az ív, amit így bejártál, hiszen igazából családot kerestél, és a szernek a idézőjelbe vett segítségével elmagányosodtál. Uh-huh. És hogy mondd meg, hogy jól gondolom-e, hogy valószínűleg az a legfontosabb és a legmélyebb, de valahol a legjobb pont is egy ilyenfajta függőségben, hogy valaki saját maga eljut odáig, hogy nekem segítség kell. Talán ezt a legnehezebb kimondani, de ott kezdődhet el a változás, mert ott az belül van. Valakinek valami rossz van az életében, hogy azt át tudja fordítani, és valami jót kovácsolni belőle, és az, hogy te elkezdtél függőkkel foglalkozni, hogy nekik segítsél, az a legfontosabb és a legnagyobb dolog, amit lehetett tenni. Eljutottál odáig visszatérve, hogy bementél. Mennyi ideig? Mit mondtál? 7 hónapig voltál? 8-9 hónapig. 8-9 mm-hmm. hónapig. Nagyjából pont annyi ideig, hónapban, ahány év. Körülbelül. Volt. Ez egyébként ennek van valami jelentősége, vagy ez csak véletlen? Én azt gondolom, hogy az életben nincsenek véletlenek, de ennek a fényében még nem tekintettem vissza, de nem valószínű, hogy ez véletlen volt. Nem egy tudatos volt, hogy én annyit leszek terápián, ahány évet anyagoztam, csak így jött ki.